Én próbálok megfelelni a várakozásaidnak, Zsolt. Klasszik ilyen régóta együtt lévő, régóta házas pár, és csak itt a mesélt egy másik, nem úgy volt. 58-as. Nem úgy volt. Nem létezik. De mondjuk, lát, hogy... amennyi időt együtt töltötök, akár még, tehát hogy... Nem akarom azt, hogy megbüntessék a műsorotokat azzal, hogy ilyen öncélú. Hát gyerekek. Homoszexuális utalások. Lefóliázzuk. De nem kellett, én tökre szoktam nézni ezt a műsort. Tényleg? Majd de jó. És ki vezetett egyébként? Én. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Sziasztok! Az egyik legizgalmasabb fiatal magyar zenekar tagjait várom. Annak a 21 néhány éves generációnak a tagjai, akik teljesen felforgatták a magyar zeneipart. Teltházas Budapest parkokon, Sziget nagy színpados fellépésen már túl vannak, most újabb szintlépés jön, egy 20 000-es aréna koncerttel, és még mindig csak az 5. születésnapjukat ünneplik Fekete Giorgioval és Héra Barnával találkozom, a Carson Coma tagjaival, és persze a többiekkel is majd egy kicsit később. Hello! Gyertek! Igen. Szervusz! Van ellettünk. Köszi! Szevasztok! Valakivel valami üvegcsörök? Nem, van egy kulacs. Nem, van egy kulacs. Te valamit kis... Elnézést, hogy magam a alkoholszagot. Ízom lazítót. Hozzá magam a vizet, igen. Tudom, még gyors a kabimat. Jó, mindenki nyugodtan. Száradva a számon kora reggel. Kora reggel, 11 óra 5 perc. Hát igen, nálunk ez, vagy nálam ez más sem működik, nem tudom, hogy George az egy fokkal. Hétkor keltem-e? Igen. Nem, te ilyen bocsírta típus vagy, ahogy mondani szokták? Igen. Amúgy szeretek korán kellni, mert korán lefő, vagy pontosan nem bírok eset 10 után tovább maradni. Ez a legnehezebb a koncertezésben, aha. Tényleg, így... És mi van, amikor mondjuk még fellépés van, és akkor így látni... Nem, csak viccel. Akkor elindítjuk az évadot, gyerekek. Tudom neked örök. Akkor adrenalint lövünk intravénásban. Igen, mint a Pulp Fiction-ben. Nem, egyébként... De ugye te amúgy is ilyen bealvós vagy, nem? Azt hallom rólad, hogy így gyakorlatilag bárhol, bármikor. Így van, ez egy rettenetesen nagy skillem egyébként. Vagy nem Super tudom, power. Skill. Roppant mélyen alszik a Giorgio, és ez nagyon-nagyon furcsa tud lenni, amikor ilyen különféle szálláshelyeken egy szobában, vagy adott esetben egy ágyban vagyunk kénytelenek aludni. Én bármit csinálhatok, őt nem keltem föl. Ez nagyon rosszul hangzik bármi. Csinálsz is bármit? Nem nagyon. Hát zajongok meg, tehát hogy van, aki erre egy kicsit háklisabb, én nem tudok ilyen mélyen aludni, és ezért ez nagyon irigylem. Nekem évekbe telt megtanulni aludni a turnébuszban is, ez nagyon sokáig. Mozgásban aludni, igen. Igen, meg a zajban. A mozgás az jó, mert az elringad, de az az óriási zaj, ami jön egy buszban, meg a többiekből, az viszont kegyetlen. Milyen zaj jön a többiekből, Barni? Akarsz erről beszélni? Hát, hogy mondja, hát ez a, tudod, bár a Giorgio most azt mondja, hogy este 10 után már nem nagyon tud fennmaradni, valójában a koncertek után van egy olyan szakasza, az az első egy óra mondjuk a hazaútnak, egy jól sikerült koncertnek, az első benzinkútig, amikor nagyon-nagyon hangos tud lenni a zenekar. Egyébként ebből én is gyakran kiveszem a vízet. Akkor még, hát gondolom, akkor még rajta vagytok az adrenalin fröccsön, és akkor így... Igen, egyébként ez nagyon sokszor szokott így lenni, hogy mindenki kiabál, hogy milyen zenét szeretne kérni, és első benzinkút, ami nagyjából 30 perc, így azért, hogy pesülöm ká. 30 perc, benzinkút, és utána mindenki alszik, végig. Minden egyes alkalommal ezen, és a végén már, tudod, így az ilyen, én legalábbis mindig arra szoktam kelni, amikor így vannak ilyen helyek, amiket felismerek a városban, vagy ilyen kanyarok, esetleg macskaköves utak, és akkor, ja, oké, hazajönünk, az jó. És összeragadt kontaktlencse, minden, Igen, az nem a glamour része a rock and rollnak. Már ami az a fél óra, vagy az a fél óra után a turnébuszban, gondolom. De az a, ugye hatan vagytok, és mondjuk amikor előáll egy ilyen helyzet, hogy milyen zene szóljon, akkor azon össze tudtok ugrani? Vagy van egy mondjuk egy olyan határozott középső sáv, ami mindenkinek oké?
Hát összeugrani azért nem szoktunk ezen, hogy milyen zene szóljon, bár most ez előfordult pont egy pár nappal ezelőtt, amikor a hazafele úton a legutóbbi elvonulásunkra már Zsombor szóvá tette, hogy túl sok ebből a kedvelt dalok keverésen cuccból, úgyhogy hallgassunk valami playlistet, és akkor ő azon hisztizett, hogy ez legyen, az Attila pedig azon, hogy mit együnk. Úgy éreztem magam, mintha kettő kisgyerekkel utaznék együtt, viszont amikor hatan vagyunk, akkor ez viszonylag standard, hogy aki elől ül, az rakja a zenét. És ez általában vagy a Giorgio, vagy én szoktunk lenni. Igen, és ezáltal is szokott kérdezni, hogy így hátul. Hát esetleg, hogyha tudod demonstrálni, most így tudjuk ezt, hogy... Hallod? Giorgio, kérhetek egy számot? Ja, ez egyébként a Barney volt, ebből jobban kiszokta venni a részét, és mindig ez az előrehajolós, és... Akkor pont jól ültettelek be titeket most. Igen, hát mindig az szokott lenni, és ha lenne még egy sor ennek az autónak, igen, belünk is kitizáljuk egyébként, tehát hogy ez a tragacs, hát nem baj. Szóval, hogy olyankor az szokott lenni, hogy mindig van egy ember, aki hátul ül, és az ember mindig a Bálint, mindig berakja a fülesét, és így... Munkát, na, kabban! Teljesen igaza van egyébként. Így. Nincs igaza. Én ezért vettem egy olyan fülhallgatót, ami kizárja a zenekar többi tagját. Igen, és akkor így lehet nyugodtan szundikálni. És lehet lépni az igazi kizárás. Ezeknek szóval nem muszáj. El lehet költözni, tudod. Tényleg, ha nem tetszik, miért vagy? El lehet innen menni. Senki se tart pisztolyt a kezedhez, ami a fejedhez. Ez meg pláne nem. Jó van. Jó, de hogy az, hogy ti ültök elől, meg hogy most ti vagytok itt, és nézve az interjúkat a zenekar tagjával, szóval tudom, hogy demokrácia van nálatok, és például a dalszerzésben mindenki benne van. De azért van valamiféle hierarchia, mert muszáj, hogy legyen, nem? Tehát ez a Carson Coma az egy nagy rendszer most már. Tehát, hogy egyre nagyobb fellépésekkel, egyre több mindennel körülöttetek, muszáj, hogy legyen valamiféle. Azért örülünk erről, mert ilyen baleset esetén mi vagyunk a legkönnyebben leváltatók, hogy kirepülünk a szélvédőről, nem? Mert a Barney helyére beveszük Agós Mertont az Areuer együttesből. Nekem meg van egy haverom, igen, aki az Altarigon, vagy Jan, vagy az öcsém, vagy valakit meg berántunk. Nem, egyébként, hát az... Nem tudom, elmondhattam, de mi azt kértük, hadd jöjjünk már mind a hatan ebbe, és akkor ilyen... Nem lehet, igen. Fogunk a többiekkel is találkozni, mert ugye az MVM Domba viszlek titeket, mert ugye Arena koncert lesz, és hogy eddig ekkora még nem volt. Igen. És, sose volt jobb. Sose volt jobb. Viszont, hogy ez azért para, nem? Tehát, hogy mekkora... Azt hiszem, hogy Barna, te nyilatkoztat, hogy azért az elmúlt, mit tudom én, fél évben ezzel keltek, vagy ezzel fekszel, és a fejedben ez folyamatosan Igen, én egy kicsit nem szoktam általában izgulni a koncertek előtt, de már így hónapokkal előtte is képes vagyok arra álmodni, hogy mi van akkor, hogyha ott a színpadon majd. Nekem van egy ilyen visszatérő rémálmom, és ez most az MVM Dommal egyre gyakrabban előjön, hogy felmegyek a színpadra, a többiek már ott vannak, kezdhetjük a koncertet, és nekem így nincs összerakva a dobszerkom, és ott van rengeteg ember, és így neki kell állnom összerakni a dobfelszerre, és a többiek várnak rám, és így sürgetnek, de nem segítenek, csak idegeskednek, hogy én miért nem rakom össze. Egyébként szerintem pontosan így néz neki. Tudom, hogy ez meg még egy 20 ezer ember még ezen kívül ott így. Igen, mert szerintem a rajongóitok kb. Ezt imádnák, nem? Tehát azért annyira... Hát kipróbálhatjuk egyébként. Kipróbálhatjuk, nem tudom. Igen. És akkor rémálmod ki is oltod. Igen. Csinálod. Neked vannak ilyen... Vagy voltak valaha olyan rémálmai, ez a klasszikus énekesi rémálmai, hogy nem jött ki hang, nem jön nem ki is hang, az, nem is az, hanem inkább az, hogy... Amúgy hasonló, nem esik annyira messze a Barney, te meg erről beszéltünk, mert nekem az szokott lenni, hogy felmegyünk, és így... Beszélem a Barney, és utána nem tudjuk, mit csináljunk, és így nem tudjuk, és így, most akkor mit jelzünk, és tudod, és így beszélünk, és mi történik, és így nézem, hogy emberek így özönlenek ki a teremben. Ó, igen, ilyen is van, ez, hogy nem tudjuk, hogy nincs setlist, és így közben kell megbeszélni, hogy akkor most mit játszunk. De nem csak az, hogy ilyenkor az én fejemben még csak annyi sem, hogy jó, akkor játsszuk el a feldolgokat, jó, akkor játsszuk az immunisámunkat, hanem így, és akkor játszunk. Fú, ismered azt a dalt, és csak így jelzni, nem tudom, mindegy. Én ilyenkor mindig azt képzelem, hogy új dalokat fogunk játszani, amiket egyébként még nem tudunk eljátszani, de már így felvettük őket, és azoknak kéne valahogy nekifutni. És beletörik a bicskánk, és lefújolnak minket, és az emberek elmennek a színpadról. Szóval mindannyian remek egészségnek örvendünk. Mentális a kérdésedre visszatérve. Egészségeteken a toppon az Arena koncert előtt, az tök, de hogy ez azért normális. Egy esküvő. És majd nem fogsz emlékezni arra, hogy mi történt, mint a jó esküvő után, amikor a
tehát hogy a fiatal pár az nem emlékszik, hogy mi volt, mert hogy akkora volt az előkészületi. Igen, hát, az lehet, az, igen, azt hittem, hogy ez valamilyen alkoholfogyasztásra ösztönzés lesz. És csalódtam volna ugye? Csalódtam volna ebben a műsorban. Igen, hát de örülök, hogy nem ez a téma. Nagyon, én próbálok megfelelni a várakozásaidnak, George. Majd a végén megbeszéljük, hogy sikerült. Nagyon igyekszem. A Barnáinak is, mert tudom, hogy ő meg ráadásul papírja van róla, hogy kollega, tehát hogy te újságíró végzettség. Igen, van ilyen végzettségem, mert hogy újságíró specializációt végeztem el az Elte Médián, de aztán az lett beleírva a diplomámba, hogy kommunikátor. Legnagyobb meglepetésem, hogy hónapokkal később, nem mentem el a diplomaosztóra, mert koncerteztünk előtte lévő este, és nagyon későn értünk haza. És aztán amikor átvettem, akkor teljesen meglepődtem, hogy ez van benne. Úgyhogy én, ja, kommunikátor vagyok. Ja, végül is. Végül is, igen, de elvégeztem egy csomó olyan tárgyat valószínűleg, amit te is odajártál. Én odajártam, igen, az Elterén is, csak hát egy másik évszázadban. Szerintem fantasztikus, hogy most így az egész interjúban így egymás kollégának szólítanátok, hogy... Egymás kollega, igen, az nem lenne modoros egyáltalán. Igen. Az a szerencse nem dobná le a képet. Működne, szerintem is. De hát tök jó, mert akkor egymásra hangolódunk, érted? És Giorgio, te papíron mi vagy? Amerikanisztika szakos bölcsész vagyok. Az is hasznos. Ja, annyira, mint abszolút. A kommunikátor. Oda is jártam, csak nem amerikanisztikára. Akkor lefedlek. Én angol szakra jártam. Ja, én is igazándiból, vagy hát én anglisztika, csak én amerikanisztika szakirányra. Én a másik szakirányra. Ja, értem. Akkor téged is kollégának. Jaj, de jó, hát mindannyian. Végülis, hogyha belegondolod, még azt is mondhatni az ember, hogy te pályádban dolgozol. Most képzeld el. Igen. Nagyon furcsa. Ezt tudom, hogy furcsa. Ez nagyon furcsa, de szerintem az egyetlen ismerős, egyetlen ember, akit valaha ismertem az Elte bölcsészkarról, aki a saját pályáján dolgozik. Nem, ez nem jó, biztos, sok ilyet ismerünk már. Szívesen. Meg a Hammer Ferenc, aki ugye az Elte Médiának a... Milyen ő most ott? Most már nem ő a tanszékvezető, de nála írtam a szakdolgozatomat egyébként. Nagyon szórakoztató néhány hónap volt ez. És ez, hát mert hogy akkor már, hát ez most volt, nem olyan régen, nem? Tavaly előtt volt, igen. Akkor ti már országos hírű nagy rockzenekar voltatok, amikor már ezt történt. Igen, ez egy érdekes. Imádod ezt a meg határozást, Giorgio? Nem tudom, hogy be tudod-e sötétíteni az ablakat, mert a paparazzik, ezek itt zavarnak, ahogy megyünk. Jó, de viccen kívül. Nem, hát... Tehát, hogy... Furcsa volt, de azért közben eléggé egybeesett a Covid-dal is, szóval ott már egy kicsit kevésbé számított. Igen, mert hogy ugye ti nektek az indulásotok után... Ez már később volt azért. Két éve már, most 24 van. Ezért hamarabb diplomáztam. Persze, neked az covidos volt. De nagyon jó, hogy olyanok vagyunk most, hogy azt érzem, mint tudod így... Klasszik ilyen régóta együtt lévő, régóta házas pár, és csak itt tudod, mesélsz egy imás, nem úgy volt. 58-as, nem úgy volt. Nem létezik. De mondjuk, amennyi időt együtt töltötök, akár még, tehát hogy... Meg amiket csinál velem a alvás között, nem tudom. Sibacs. Felérezte, igen, de azért, na mindegy, nem egy... Nem akarom azt, hogy megbüntessék a műsorotokat azzal, hogy ilyen öncélú... Hát gyerekek. Homoszexuális utalások. Lefóliázzuk a műsorot. Igen. Ezt tudom ígérni. Egyedülálló az, hogy a Carson Coma ekkora lett, és ekkora színpadokon lép föl, és nem a trap irányából, hanem beat irányból, és hogy tényleg, tehát hogy ilyen veteránok aréna koncerteznek, és ők se 5 év után. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez az egész aréna koncertezés, ez így hogy kezdődött el most, ez egy nagyon, nagyon mókás hullám, én most csodálkoztam el azon, hogy már jövő szombaton lesz a, vagy nem, vár. Most igazából időben... Február végén forgatunk. Igen. A Spektrum Home-on ez március végén, a YouTube-on pedig április első napjaiban lesz látható. Tehát április 6-án van a koncert, úgyhogy így nagyjából ezek az időkoordináták. Igen, szóval csak azt akartam mondani, hogy teljesen elképzelhetetlen lett volna az számomra, és most meg nagyon fura azzal szembesülni, hogy jövő hét szombaton, az MVM Domban, lényegében egy ilyen underground, újvonalas hip-hopból kinövő pogány induló fog koncertezni, ami ugye szerintem még
egy fokkal érdekesebb, meg izgalmasabb, mint az, hogy egy olyan zenekar, mint mi ott föllépünk. Szóval ez egy egészen új jelenség, amivel eddig szerintem senki sem számolt, hogy ez majd így meg fog egyszer történni Magyarországon, de hát most itt vagyunk, és megtapasztaljuk, és ez is egy nagyon-nagyon érdekes időszak. És szerintetek minek köszönhető az, hogy így felfordult a zeneipar Magyarországon, mert hogy ezek azért nem egymástól független dolgok. Az is sikere, az tényleg, hogy van egy új generáció, aminek tagja vagytok ti is, akik így most így nagyon így oda tevődtek a térképre. Ez érdekes egyébként, mert például egy ilyen a saját MVM Dómos koncertünk is, meg ezek az ilyen óriás koncertek, az baromi hosszú szervezés, szóval egy baromi hosszú szervezési szakasz előzi meg, és például, bár én nagyon rossz vagyok dátumokkal, a Barni meg valamiért így... Jó? Valamiért így... Jó? Nem értem. Ez azért van, mert ő kommunikátor, te meg amerikanisztika szakaszbölcsét vagy. Tessék, hát ez egy remek újságírói munka volt. Ugye? Most éppen igen, ez egy remek hoknak feloldani. Fantasztikus alkalmazás. Még mondhattam volna azt, hogy mondjuk... A Barni okos azért, te meg hülye vagy. Dollár zenész, tudod? Szóval, bevárom a stábot. Igen, mondtam el. Nem csak annyi, hogy ezért is érdekes, hogy azért ezek eléggé egymástól függetlenül történtek meg ezek a szervezések, és nagyon érdekes, hogy egyszer ért be, hogy a Jude Law, Bettenhoffi... Hát Bettenhoffi is most koncertezik pont a Domban, nem sokára. Igen, ő pont egy héttel utánunk, igen. Szóval ez tök érdekes, mert azért ezek viszonylag egymástól függetlenül történtek, és ebben azért nem mondanám azt, hogy egy hatalmas összebeszélés volt. Nem is az, viszont, érdekes, hogy igen, hogy valahogy megérett erre mind ide. Szerintem ennek tényleg sok faktora van. Én tök kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire egy fenntartató dolog. Vagy most akkor az lesz, hogy mindenki minden évben arénázik. Egyébként én nem tudom, majd meglátjuk, de nem tartom annyira valószínűnek, de hát meg minden előadó kitalálja magának. De szerintem önmagában az van egy ilyen igény, legalábbis bennünk abszolút megvolt, hogy valami sokkal személyre szabottabbat csinálni, és nem egy ilyen létező színpadot, azt így nagyjából a saját képedre formálni, hanem tényleg annyira, hogy te döntöd el, hol ülnek az emberek, hol van a színpadod, merre nézel, és ez egy nagyon izgalmas, meg hát úgy azt érzi, hogy kell valami újítás ebben az egészben. De hogy mennyire, tehát hogy azt tudom, hogy ti, tehát hogy például nincs menedzseretek, ugye? Aha. Tehát, hogy ti csináltok konkrétan, ti ketten vizitek az oroszlán részét, vagy nem? Vagy ez hogy működik? Hát most már... Támogatás. Most már igazából a... Főleg a Giorgio meg a Bálint csinálják ezeket a menedzsmenti ügyeket. Én is kiveszem belőle a részemet, de nem akkora elánnal, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. És nincs kiadónk, viszont van sok ember, aki nekünk ebben segít, sajtós, pénzügyes, egyéb adminisztrációkkal. Meg booker. Szóval alapvetően a bookingot nem így csináljuk, ami szerintem így a hétköznapi, vagy a köznyelven az így azt... Az van meg, hogy a menedzser bookolja a koncerteket, ez azért általában nem ez a gyakorlat, hanem az, hogy van egy booker külön. Hát ez elég nagy meló, amit azért elég kemény. De igazániból összességben úgy is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen csináltunk egy zenekaros kiadót, és ez úgy szokott lenni. Vagy mindig is foglalkoztatott minket, így hármunkat ez a menedzsmenti oldala az egésznek, és mindig azt láttuk, hogy soha se lesz senkinek annyira fontos ez az egész projekt, mint amennyire nekünk az, és ebből kifolyólag így, ahogy így nőttünk, így korban meg tapasztalatban egyre inkább egyértelművé vált, hogy eleve mi csinálunk nagyon sok mindent, amit egyébként mondjuk az akkori menedzserünknek kellett volna, és így meg már így ez a legegyszerűbb mindannyian így, tényleg barátok vagyunk, és egymásnak így a lelki, meg szellemi, meg fizikai egészség az egy elég fontos szempont ebben az egészben. Igen, azt látom, meg hallom is, és amikor mondjuk veletek készült, vagy rólatok készült ilyen inkább dokú jellegű anyagokat nézek, hogy úgy nagyon érződik ez a bajtársiasságnak a... Tehát, hogy ennek van egy... Ez vicces szó, de amúgy igazából csak vicces. Nem tudok jobb szót erre, hogy barátság igen, de közben több, még annál is több.
hogy annyi minden van, mert hogy egy barátság, most belegondoltok, hogy egy barátságban mi minden van, de azért ez közös munka is, ez egy csomó ügy körülöttetek, a kommunikációs, meg a közéleti térben is így együtt vagytok benne. Uh-huh. Szóval egy csomó minden van, ami felüti a fejét, mint kérdés, megoldandó probléma. Ha valaki valamit mond, vagy csinál, akkor az rávetül az egész zenekarra. Szóval, hogy ehhez bajtársiasság kell szerintem, hogy ezt megoldjátok hosszú távon. És hogy még mindig van kedvetek együtt dolgozni. Igen. Hát igazából szerintem a zenekaroknak egyébként egy alappillére az, hogy ez a bajtársiasság meglegyen, és ahogy ez elkezd kikopni, úgy szoktak megszűnni általában a zenekarok. Szóval amíg van bajtársiasság, addig van zenekar. Uh-huh. Mert a zene a lényeg. A zene a lényeg. Akármilyen áron legyen zenekar. Nem. Nem? Nem. Ja, nem csak a csak arra mondtam, hogy ez ilyen régi visz, vagy ismétlődő szállóigen, hogy a... De ez köztetek, tehát ez belső poén, vagy pedig szakmai szállóigen? Bocsánat, kívülről jövök. Szerintem belső, szerintem csak belső. A zene a lényeg, ez belső poén, az akármilyen áron legyen zenekar, az pedig egy Máté Péter idézet. Na, tessék, köszönöm. Már megérte veletek találkozni. Már csak ezért is. Milyen szép helyeken jártunk. Ugye, mentem egy körtét. Szeretem az erdőt. Igen. Nem mehettünk volna Nagykovácsiba is. Meg igen, meg... Hát miért nem mondtad? Elmehettem volna arra fele is. Az, hogy nekem Fehérváron lenne dolgom. Jó. Nem tudom, hogy most esetleg... Most a fogorvos, igen. Nem, urológus, bármi. Kérlek. Fontos. De abszolút, ezek fontos. Nem, csak így elképzeltem ezt az... Azt mondta urológus. Hogy ebben megyünk forgatni, csak ezzel. Akkor megy a stár. Most akkor bekísérem a karszonkomet az éves urológiai check-upra. Ez tök jó lenne, mert tök fontos, így fontos társadalom. Hát az autó. Hagyjatom még. Remek. Jó van, majd kipixelezzük. Tényleg? Hát a tévében lehet, hogy ki kell, de a YouTube-on nem fogjuk. Nem. Jaj, de jó. Nem, az oda elfér. Visszatérve a bajtársért, meg ugye a csapatra, hogy én úgy tudom, hogy ezzel azért foglalkoztok is, tehát hogy van segítő, tehát hogy például voltatok, vagy jártok még mindig csoportterápiára, nem? Ja, szoktunk, ez tök jó, ez szerintem ilyen alapvető. Erről meséljetek egy kicsit, hogy ez hogy mikor kezdődött, hogyan és miért tartjátok ezt fontosnak? Mikor kezdődött bármi? 2021 végén kezdődött a dolog. 21? Aha. És akkor voltunk egyszer, kétszer, és utána elmentünk néhány hónapig, mert akkor ez pont egy ilyen időszak volt a zenekar életében, ami nagyon sűrű volt, pont az, amit már emlegettünk. Hát 22 wow. Eleje az nagyon sűrű volt, és aztán 22 tavaszán újra elkezdtünk járni. Na mindegy, azóta így, okay. Így járogatunk. Erre... Várj, hagyj, nem érzd meg. Régóta tart már. A zenekar életének a felét terápiában töltöttétek. Hát igen, wow. Körülbelül. Igen, wow. És hát úgy hogy mi vittél először? Na igen, ne arra, semmi baj, nem, semmi baj. Úgy kezdődött, hogy ezek egyébként főleg a külső behatások alapján indukálták azt, hogy el kéne mennünk ide, ment, hogy nem az egymás közötti viszonyt kellett ott rendezni akkor, amikor először elmentünk, hanem ott arról volt szó, hogy 2021-ben véget értek a lezárások, és akkor mi hirtelen úgy éltük meg, hogy nagyon-nagyon sokan eljönnek a koncertjeinkre. Már nem az van, hogyha kimegyünk koncert után találkozni a közönségünkkel, akkor annyi ember jön oda hozzánk, mint az előző szezonban, hanem hirtelen sokkal többen lettek, és teljesen más attitűddel viszonyultak hozzánk az emberek, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, és ezt hatan együtt kellett. Akkor. A siker meg a rajongás, hogyha ilyen nagyon, hát nagyon egy gondolással. Igen. Igen, szerintem főleg ennek az egésznek az aspektusa, hogy így megszűnt az egy kicsit, amit régen nagyon, ami a zenekar első éveit így meghatározta, hogy azt éreztük egy kicsit, hogy nem annyira embereket látnak már bizonyos ponton, nem tudom, sokan a közönség. Mármint bennetek. A közönség bennünk, hanem kicsit így egy ilyen tárgyakat, vagy nem tudom, vagy eszközöket. És azt közben meg ez a dolognak a rendje, vagy hát ez a hátulütő annak, hogy megnő egy zenekar, és egyszerűen ez tök természetes, meg ez egyáltalán nem azokat az embereket, szóval ez nem múlik senki, vagy senki nem a közönséget minősít. Abszolút nem minősít, ez senkit.
És ezért is szeretjük, mondjuk, én legalábbis nagyon szeretem azt, amikor így vagy úgy akusztikus koncertet tartunk, mert ott ez az érzés az újra meg tud. Ilyen kisebb közeg, meg nincs akkora távolság. Ami nagyon fontos, például nem fülmonitor használunk, hanem ládából, és akkor így jobban halljuk a közönséget, és akkor az érzés az újra meg tud lenni. Meg, hogy mondjam, ebben azért természetesen ez a mi feladatunk volt, hogy feldolgozzuk természetesen, és azért kezdtünk el járni, de közben meg láttuk azt, hogy nem tudom, hogy nagyon fontos szerintem egy csoport dinamikájának az, hogy erről itt tudunk időről időre beszélni, és azt érzem, hogy nagyon sokan akkor kezdtük el azt érezni, tényleg nincsen tabu egy ilyen közegben, hanem bármiről lehet beszélni. És azt mondja, nem, vagy nem tudom, baj. Hát jó, hogy van ezeknek a beszélgetéseknek egy dedikált helye, és nem mert annyi dolog van, hogy nem lehet sokszor normálisan nyugodt körülmények között megbeszélni apróbb konfliktusokat, sérelmeket, stb. Hanem nagyon jó az, hogyha erre van egy hely, és ahhoz pedig egy moderátor, aki nekünk segít abban, hogy ne... Igen, egy biztonságos tér, ahol ki lehet tenni bármit, mert hogy azért tényleg, ahogy mondod, egy dedikált biztonságos tér. Igen, hát sokszor vagyunk azért olyan környezetben, ami nem egészen a lelki megnyílást segíti ez a lásd turnébuszos még berakod ezt a dalt dolog, és közben meg alapvetően szerintem ez nagyon fontos, ez nem összekeverendő az egyéni terápiával, ha valaki jár. Az azért az egészen más, és ez egy alapvető ilyen mentál higiénia. Mert persze nem alapvető, mert elképesztően drága és költséges, és ez egy nagyon nagy probléma szerintem. Szinte csak magánellátásban lehet pszichológust találni, igen. Így van, de jó esetben ennek így kéne lennie. Szerintem egy tök fontos dolog. Ja. De hogy ez alapvetően, én azért örülök, hogy ti erről beszéltek, mert bármennyire, tehát hogy ez, van egy buborék, ahol ez már nem stigmatizált, szerintem mindannyian ebben a buborékban élünk, de azért látni kell, hogy mi privilegizált helyzetben vagyunk, és össztársadalmi szinten még mindig meg nem értettség övezi azt, hogy miért van erre egyáltalán szükség, miért kell ezzel foglalkozni, stb. Meg stigmatizálják is azt, aki mondjuk terápiába jár. És szerintem abban a korosztályban, ahol a ti kor közönségetek, tehát a legerősebb közönség, vagy a legnagyobb számú közönség, mert egy ilyen nagyon fontos edukatív jellege is van annak szerintem, hogy ti erről beszéltek. Tehát, hogy a tizenévesek, akik minden szavatokat lesik. Szóval, hogy ez felelősség. Abszolút felelősség, és ezzel szerintem nagyon félrevezető az, hogy ez nem jelenti azt önmagában, hogy a mi értékeink annyival jobbak lennének, mint bárkinek, bárki értékei, szóval ez nyilván egy teljesen szubjektív dolog, de az biztos, hogy egy ilyen zenekarral, azzal, hogy ennyi embert érünk el, azzal igenis fontos tudatosnak lenni, hogy az ember mit közvetít, és nem csak az első fasságot, ami eszébe jut, meg ami így nem tudom, vicces, és közben meg másokat sért. Szóval, na, érted, hogy csak oda akarok kiukadni, hogy igen, van egy edukatív jelleg, csak szerintem az is kicsit tévút, hogyha elkezdik azt gondolni, hogy pontosan úgy van a világ, ahogyan mi látjuk, és kész, csak az a jó, amit mi látunk, és szerintem az is nagyon fontos, hogy nem, mert pont ez szerintem az egyik ilyen alapvető dolog, amit kommunikálunk, hogy attól szép a világ, hogy másmilyen. Hát a sokféle. Ja, hogy igen. Abszolút, persze, ugyanakkor viszont az tényleg, tehát hogy azért látszik, hogy mondott te is, hogy 18-19 évesen összekerültetek és elkezdtetek zenélni. Egyre inkább tágul a spektruma mondjuk a közönségeteknek korosztályosan is, földrajzilag is, társadalmilag is, mindenhogy. Tehát, hogy most már az én korom, tehát a szülőkorosztály is ott van most már. Hát azt tudom, hogy látjátok most ebben a műsorban, ennek a műsornak sem feltétlenül a tizenévesek a törzs közönsége, örülünk nekik, ha megnézik, de hogy alapvetően mi a szülőket látjuk el tartalomban, vagy a leendő szülőket. Aha. Szóval, hogy izgi az azt látni, hogy ahogy ti értek, a közönségetek tágul, vagy ez a spektrum tágul, és közben tágul a mondani való is. Tehát, hogy máshogy
máshogy fogjátok meg az egészet, tehát hogy így jön egy csomó, annyival árnyaltabb szerintem, és ugye most nyilván kanyarodok egy kicsit a közéleti vagy társadalmi szerepvállalás felé, mert hogy ha már beszélünk a terápiáról, meg a mentálhigiénéről, beszélünk arról is, hogy az utolsó albumotokon kifejezetten társadalmi jellegű témák is vannak. Előtte is volt már, de most valahogy ez így fölcsavaródott. És azon gondolkoztam amúgy, hogy ez belül nektek köszönhető, a ti ér, igen, hát ezek a budapesti utak, ha, ezen, ha ezt mondom. Alkalmatlan! Alkalmatlan. És majd mindjárt ki is keveredek a kérdésből. Tehát, hogy ez belőletek, vagy a világ, a társadalom, a közélet olyanabb, hogy jobban triggerelődtök. Szóval, hogy értitek? Hogy nagyítottak föl bennetek ezek a témák? Hát valószínűleg ezek a magyar társadalom szintjén is egy kicsit felerősödtek, legalábbis a két részre szakadt ország egyik felében, és egy csomó ember érezte valószínűleg azt a tehetetlen dühöt az idő alatt, amikor mi megírtuk ezt a lemezt, amit mi is éreztünk. Közben felnőttünk, egyre idősebbek leszünk, és egyre kevésbé foglalkoztatnak minket a tizenéves témák, és egyre inkább ilyesmik. Szerintem egyébként a következő anyagon is lesznek hasonlóak, hogyha nem is ennyire direktben, meg nem ilyen módon, mint az előzőnél, de nagyon érdekes vizsgálni ezt az egész társadalmat, meg az embereket, akiket körülvesznek minket. Én még annyival egészíteném ki, hogy szerintem, hogy mondtad, hogy egyre kevésbé a tizenéves témák, de hogy szerintem pont ez a lényeg, hogy ezek nem egy adott csoportnak a problémája, mert tudom, hogy nyilván nem úgy értette, csak szerintem több fontos kimondani, hogy alapvetően ez az, hogy ennyire egy ilyen gyűlölet alapú társadalomban élünk, az a tizenévesek probléma, és mindenkinek a problémája. Persze, én tudom, én csak arra gondoltam például, hogy mondjuk, hogy a nagyon-nagyon jó példa arra, hogy van mondjuk a Moszkva tér című film, ha már itt megyünk, az Erzsébet hídon, azt hiszem ide ülnek ki. Na mindegy, szóval, hogy ott is ugye az itt tök jól bemutatja azt, hogy a rendszerváltást egy apolitikus 18 éves azt hogyan éli meg, hogy egyáltalán nem azt foglalkoztatja, hogy így annak örül, hogy nincs töri érettségi, és egyébként pedig, hogy milyen házi buliba tud elmenni, meg mi van azzal a lányjal, aki most el fog költözni Párizsba. Ez spoilerezted egyébként az ügyemet. És mi viszont... Már annyira része a kultúránknak. Tök fura, hogy mi is egy olyan buborékban élünk, amiben mi nem ismerjük az apolitikus 18 évest, pedig egyébként van nagyon-nagyon sok olyan ember van, akinek nem ez a legfőbb gondja 18 éves korában, hogy akkor most kinyerte a választást, meg hogy milyen feszültségek vannak a társadalomban, és mivel van tele plakátolva a város, meg egyebekkel. Ebben tök igazad van, igen. Vagy mennyire csorog le ugye a mikroszintre, tehát mondjuk családi beszélgetések, családi klíma szintjére az, meg konfliktusrendszerek szintjére az, amit te gyűlölet társadalomnak hívsz, hogy azok a feszültségek ott vannak a húsleves mellett. Az asztalnál, és hiába vagy a politikus 15, 16, 17, 18 éves, aki persze az érdekel, hogy rád ír-e, vagy látta a sztoridat, vagy nem tudom. De közben meg érzed. És én azt látom, hogy ahogy mondjuk a korosztályotok megmozdította a közönséget, és arénákat töltötök meg, hogy valahogy csak kiment az utcára egy csomó fiatal is most itt a diák tüntetésekben is, meg most nem olyan régen a gyermekvédelmi ügyekben is. Tehát, hogy valami, én nem szeretem, amikor azt mondják, az én gyerekem is 18, amikor azt mondják, hogy ez egy apolitikus generáció, közben itt azért most így ébredőben, bemozdulóban, elgondolkodóban vannak a 10-20 évesek. És megmozdulóban is. Nem? Hát igen, meg szerintem egyébként mi is hasonló kamaszok voltunk, tehát én legalábbis biztos, hogy nem voltam a politikus, meg nagyon-nagyon érdekelt minden, ami akkor történt, szóval én most csak abból próbálok ilyenkor kiindulni, hogy ahogy mondtad azt, hogy egy buborékban élünk mind a hárman, akik most itt ebben az autóban utazunk, ugyanúgy, ahogy stigmatizálva van a buborékon kívül egy csomó esetben az, hogyha valaki terápiára jár, ugyanúgy stigmatizálva van az, hogyha felszólalnak a kamaszok a
politikai, meg társadalmi ügyekbe, hát miért nem fogják be a pofájukat, miért nem készülnek az érettségire. Ilyenek elhangzanak. Hát meg az is, hogy miért nem fogja be a pofáját a zenész, mert hogy neki igen. Az a dolga, hogy zenéljen, nem? Igen. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy miért az influencer szervezi meg a tüntetést? Erre szerintem nagyon egyszerű a kérdés, miért nem szervezi meg más? Azért szervezi meg az influencer, mert nem szervezte meg más. Hát teljesen mondjuk politikai pártok próbálják, de hát... De szerintem ez egy nagyon jó dolog egyébként, hogy influencerek szerveznek tüntetést, mert hogy sokkal szélesebben elmennek az emberek, mint az egyébként már politikából teljesen kiábrándult arcoknak a... Pontosabban a politikából teljesen kiábrándult arcok nem fognak megmozdulni egy pártnak a felhívására, hanem a kedvenc youtuberére, aki nevet meg, akivel együtt érez minden héten. Ja. Hát igen, azért ez igen, és mindennek persze látjuk már a következményét is, és azért felmerül a kérdés voltatlanul, hogy mondjuk Giorgio, amikor te is berántottál ebbe a... Tehát a rendszerkritikának mindig van egy kritikája, ha lehet ezt kritikának nevezni. Aha. És amikor a rendszerkritika kritikájának az alanya valaki, és nyilatkozol valamit, és kiforgatják, és akkor így személyeskedő mindenféle tartalmak születnek. Tudom, hogy én is mindig megkapom, hogy ne foglalkozz vele, 3 napig tart, stb. Egyrészt nem 3 napig tart, mert az internet meg a hiperkonnektivitás világában már semmi nem 3 napig tart, hanem rövidebb ideig, de közben meg örökre ott van. Másrészt meg azért, amiről az előbb is beszéltél, hogy a hírnév az egy iszonyú dehumanizáló dolog, miközben az ember marad, és ugyanúgy fáj. Tehát, hogy ez szar ezt megélni. Ja. Az ember támadják. Szar! Ez igen. Egy szar dolog. Igen. Szerintem nekünk ilyen téren most nem akarok folyton erre visszakanyarodni. Az például egy nagy mázli, hogy mégis is volt mondjuk több ilyen, amikor mondjuk ez nem annyira a zenekarra, hanem így például felém személyesen irányult, akkor is így van egy ilyen közeg, aki azért végül is együtt vagyunk ebben az egészben a zenekar, és akkor együtt tudunk nevetni. Nem, nekünk eléggé ez a humor, az ilyen mechanizmusunk erre, amikor először volt ilyen, az mi volt? Az még a strómanos dolog? Az igen, nyilatkoztál. A mandineres strómanos dolog, ott igen. Ketten nyilatkoztatok valahol, nem? Hát a Giorgio nyilatkozta azt, hogy én leszek a Polgia második kerületben, ő pedig az én strómanom. Igen. Csak volt egy ilyen szalag cím, ja, a mandineren talán, hogy stróman szeretnél lenni. Igen. Az nem volt, akkor először tök tré volt, meg így, ez para. Azóta meg őszintén szólva így ezekkel így egy csomorral nem is értesülünk, és például most nagyon vicces volt, múlt héten mutatta egy hasznos is. Az a buborék néha, igen. Hát én nem tudom, hogy szerintem, hogy ki az, akinek így ebből áll a Facebook hírfolyama, hogy vadhajtások posztokat. Lehet, igazad van. Tudod, hogy az algoritmus hogy működik. Igen, ebben igazad van, de... Szóval. De kicsit olyan, hogy nem tudom, nem is feltétlenül jön szembe, meg amúgy meg... Ebben valahogy sokkal jobban el tudok vonatkoztatni, hogy azon, hogy nem velem van baja, hanem azzal, amit azokkal a dolgokkal, amiket képvisek, vagy én képvisek, vagy mi képviselünk, vagy azok a dolgok, amiket dalokba foglalunk, és lehetnék én akárki, szóval érted, ha ugyanezt az dalt megérem, akkor pontosan ugyanúgy, nem tudom. Jó. Szóval, hogy mondjam, az egy viszont elképesztően és fantasztikusan vicces volt, hogy mikor Bécsben játszottunk nemrég a koncertünk után, a szórakozó helyen, ahol még bulisztunk, összefutottunk Conchita Wursttal, és csináltunk egy... Ugye az Eurovíziós Dalfesztiválnak a nem tudom hány évvel ezelőtti győztese, a szakállas nő, igen. Most a nagyon régi az a történet, tényleg. Ez ilyen 10 éves, több igen, 11-2, nagyon régen volt. És azt láttam, hogy ez a kép megjelent, hogy ez a kép volt, hogy ketten, és így... Ez a sajtóban, hogy... A leírás, hogy a kettő közül valamelyik a karzonkoma énekese. Ez a kép a leírás? De ezt most jelent meg. Aha. Én ezt nem láttam. Melyik fórumon? Fogom reklámozni ezeket. Majd mondd el utána. Keresőben ezt most úgyis csomóan beírták, és elkezdtek tippelgetni. Nem rettenetesen szomorú, hogy az autóútnak a...
a felét így ez a, ezek a témák veszik el? Ez majd nem, egyáltalán nem téged illetve, hanem az, hogy ezek a realitások, értem, ez az, amiben élünk. Nyilván nem, igen. Tehát, nem, ez abszolút nem, nem lehet nem tényleg ezek a témák. Róla, mert hogy mondom, a húsleves mellett is ott vannak ezek a témák, és lehet arról vitatkozni, hogy mennyire kell politizálni, meg hogy mi az, hogy politizálás, és mi az, hogy közéleti tudatosság. Tehát, hogy ebben a világban élünk, ebben az országban élünk, tehát, hogy így, ja, persze, én is szívesebben beszélgetnék arról, hogy és az olasz identitásod, az, mi, hány kávét iszol egy nap? Ilyenek? Hármat, tehát. Én pedig azt hittem többet. Mert hogy állandóan el akarsz aludni, ugye. Na, szóval, hogy, de akkor oké, akkor kikönnyítek. Az igaz, hogy ti ketten úgy találkoztatok, hogy te kommenteltél valamit? Igen, igen, mert mi már az új, nem tudom, melyik nemzedéknek vagyunk a tagjai, akik az interneten ismerték meg egymást, ami nagyon-nagyon furcsa. Igen, Giorgio rám írt, hogy szia. Nagyon tetszik nagyon. A profilképed. A profilképed alapján gyönyörűnek tűnsz. Szívesen szóval... beszélgetnék veled. Sűrszál is. Szóval, hogy is történt, hogy... Vagy emlékszel, hogy mi volt a komment? Vagy valami én a posztra is emlékszem, még a régi indexem volt valami beszámoló, fú, és megint ide fogunk kanyarodni, beszámoló a... Azt most lehet, hogy teljesen rosszul emlékszem, de nekem egészen az a... Az, ami a fejemben van, hogy akkor, tehát nyáron volt, néhány nap a Pride után volt egy cikk a Pride-ról, és a Barni kommentelt valami... Nem, ez korábban volt, még ez Ceus volt, bocs, ne arra... Valamilyen közéleti, és a Barni kommentelt valamit, hogy... Hát kicsit olyan, mint amikor én az előbb azt mondtam, hogy alkalmatlan valami ilyesmi jellegű dolgot, és így nem tudom miért így. Valószínűleg csak azért, mert pont... ja tényleg tavasszal volt, ugye? Mert igen, akkor mert akkor érettségiztem. Igen, szóval nagyon nem akartam tanulni az érettségét, és ezért Facebook kommenteket olvasva soha az életben nem csinálnám már ezt, hogy nem tudom, hogy teljesen leszoktam róla. És azt mondja, ki ez a fasz? Kommentel ilyen fasságot, és én néztem, és a Facebook biója a Barinak a SoundCloud linkje volt, akkor megnéztem, és a, szerintem a She's a Sinner demója volt fent, ami nagyon jó volt. Igen, egy az, igen, az az egy dalt, azt meg is csináltuk, sőt, azt el is fogjuk játszani, április 6-án az MVM Dombán reklám. Igen, mindjárt ott vagyunk, igen. Szerintem tök jól megreklámoztuk az elején. Mindjárt odaérünk, és mindjárt abban hagyjuk. Szóval, hogy igen, megnéztem a SoundCloud-ját, és akkor mondtad, hogy zenéljetek együtt, és ez ilyen egyszerű volt? Ja, igen. Igen. Kb. Így nézett ki. Igen, szóval, hogyha valaki be akarja menni a Barnit a zenekarában, ennyit kell csinálni igazán. Nem. Igen, az érdekes volt egyébként ez az egész, mert én tudtam már, hogy a Giorgioéknak van ez a zenekaruk, és így... Igen, én ezt vágtam, hogy ez létezik. De én csak messzire vizsgáltam ezt Esztergomból, ezt kicsit sajnáltam, hogy kimaradtam egy csomó ilyen buliból, koncertezésekből, de megvolt a gyümölcsának, hogy minden délutánomat viszont azzal töltöttem, hogy a kollégiumi hálószobámban demoztam, és akkor ezt feltöltögettem SoundCloudra, hiszen egy tag az egy idő után rám írt Facebookon, szóval... A másik oldal a sztorinak. Jó, mert hogy te fiú kollégium, Esztergom, piarista, ugye piarista? Nem, Ferences. Igen. Ferences, ja. És van, vélsz felfedezni néha párhuzamot a fiú kollégium és a karszonkoma dinamikái között? Én próbálom behozni ezt a fiú kollégista dolgot, de többiek nem nyitottak rá. Persze, abszolút, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok párhuzam van, hát, de azért ez egy más közeg nyilván, meg azért annyi időt nem töltünk együtt, mint amennyit a kollégista évében a többiekkel együtt töltöttünk, szóval az néha azért vannak ezek az elvonulásaitok azért ott. Igen. De ezeken az elvonulásokon azért így kiderülnek ezek az apróságok, hogy ki hogyan éli az életét így a négy fal között, amikor éppen nem... A négy fal között. Együtt. Igen. Igen, szóval van munkát, ilyen. Hallást hallok. Ilyenkor mindig kapok másfél forintot, így a forint jogdíjat, csak így a ja, igen, köcsing. Hátul van a telefonom, de most... Elcsesztem, gyerekek, úgyhogy most oda ki fogok menni, mert hogy még sose jöttem a Domba erről. De amúgy elég jól tudtad az útvonalat ide, így hát profi. Minden probléma nélkül. Mert felkészül, nem olyan, mint mi, aki csak így nem tudom, versünk egy indulít. De önnek, nem is nektek kell erre felkészülni, hanem nekem. Úgyhogy ez így tök jó. De nem kellett, én tökre szoktam nézni ezt a műsort. Tényleg? Majd de jó, köszönöm. Javítod a korfáját a műsorra.
hogy kell ide bemenni? Engedjetek be! Itt egy jobbos, és akkor dudálj kettőt. Jó, megpróbáljuk. Próbáljuk meg. Parancsoljanak, uraim, jöjjenek! Jöjjenek! Nem, jöjjenek! Milyen előzékeny volt. Hát de már én most még itt nem tudom, mi történik. Amúgy, ja, én csak azt akarom mondani, ez a legjobb alkalom annak, hogy elmondjam ezt az egész történetet. Abszolút. Ne bízz a Barniba, mint mit Farrer. Semmiképpen sem. Jobbos, tudálj kettőt. Az első vidéki koncertünk valaha Sopronban volt, és ezt úgy sikerült letolnunk, hogy a Bálint vezetett. Barni volt a mit Farrer, és valamiért így Ausztrián keresztül mentünk, szóval körbe kerültük a pertőt. Oké. Okay. De az is hozzátartozik, hogy ilyen bazin egy hóvihar volt, neki is mentünk egy ilyen táblának, de így tudod, így öttel, csak így tempo, csokolom. Ő nem, ő az, ja, most a Flórára köszöntél, hogy egy csokolom, szegény. Nem, ja, nem, nem. Üdelmesen. Á, na, ezt nem volt meg, én a... P.O., az már majdnem az. Jó, oké, és jövök, kösz. Ez így lesz benne a műsorban, csak szólok. Jó. Szoktad csinálni ilyenkor így? De kiajolok. Szoktad csinálni ilyenkor így? Azért nektek van bármi fogalmatok arról, hogy ki vagyok? Vagy nem szoktam, de... Nem. Szoktam, ahogy egy túl izé vagyok, ilyen impostor szindromes vidéki lány, hogy ilyeneket csináljak. De nem rossz ötlet. Tisztában vagytok ti azzal, hogy... Életed hibáját követed el. Tudod te, hogy én ki vagyok, és kit hozok? Főleg. Produkciós bejárat. Ó, most várjál, nem. Nem, ez még mindig nem az. Bocsi. Jó volt? Nagyon. Elvárásaidnak sikerült meg. Tényleg respekt, hogy így ide találtál fejből egészen a nagy réttől. Ugye? Oldalon. Életem teljes. Azt tudom, hogy középen lesz a színpad, ugye? Igen, ott. Az a közep. Lehet lesvenkálni a közepére? Igen, ugye, ne rendezzél már. Körbe tudják majd állni az emberek, meg körbe is tudják majd ülni az emberek ezt a színpadot, és... Ott is lesznek székek, csak most be vannak tovább. Csak négyen vagytok, ott vannak a többiek. Ati elvett. Ati eltűnt. Csombor úton van, Jubjanában, hogy tisztudál. Igen. Jó van. Nézd, Krisza, hozzuk ki. Én örülök, hogy egyáltalán ennyit kaptam belőletek. Egyáltalán nem erről van szó. Belőletek, tényleg. És nagyon sok sikert nektek ehhez. Ez nagyon menő. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Izgatottak vagyunk. Tényleg. Nagyon jó lesz. Jó lesz, meg hát egy ilyen mérföldkő ez azért, nem? Tehát ez abszolút. Igen. Tök új az, hogy tényleg ez a középszínpad is nagyon új. Az is, hogy emellett eljátszunk új dalokat, amik most... Már megjelentek? Nem tudom, mikor jelenik meg az a műsor, faszom. Jól van. Okay. Na, viccen kívül kalappal. Nagyon jó lesz. Köszönöm, srácok. Mi köszönjük. És ki vezetett egyébként? Hát én. Ugyanazt a filmet nézzük, mégiscsak én értem. Mellék szereplők repülnek el az ellenszélben. Ezrével a Diego Rivérek a világon. De csak is egy Frida Kahlo. Szereplők repülnek el az ellenszélben. Ezrével a Diego Rivérek a világon. De csak is egy Frida Kahlo. Csak egy Frida Kahlo. Azért vagyok dalban, mert csak is
ez érte. Torta, bevonó csoki szelet az élet. Bantom, nyalogatom, rágom, ahogy a gombjait folytogatom a nadrágon. Úgy, mint egy szolga, borulok a kértek. Másnap a bambiban kibeszélnek. Voltam a pamlagon, tudod, ez az oka annak. Mindig cinkosa vagyok a magyarnak. Nézem a tévét, a bulvári szonyát. Ki, hogyan és mikor, miért, mi miatt is kicsodát, ne tessék. A bulvári szonyát is kivasalják. Ő így lesz celebritás. Társkeresők valóság. Sok a büszkeséget tűnik. Nem lesz a faszom sem az X-faktorban zsűri. Ugye ezt a filmet nézzük, mégis csak én értem. Mennék szerepet röpülnek el az ellenszélbe. Eszével a Diegori vélek a világon. De csak is egy, csak is egy, csak egy pirakáló. Nincs az a rendező, aki miatt ti együtt még egyszer? Tényleg egyébként csak az egyedi. Neked a Nagy Ervin típusú férfi az zsánered volt mindig? Nekem Andy Garcia a zsánerem. Teljes tévúton van. Ezen mindig. Érted, állod, teljes tévút. Tényleg azt gondolom, hogy egy férfinak ki kell venni ugyanúgy, ad valami olyan jófajtaféle egyenlőséget.